Borvidéken 6 fajta létezik, nálunk 3, de ebből a csúcs kategóriában csak egy fajtával kívánunk dolgozni, ez pedig a Furmint. 28 féle terméke van a Borvidéknek, nekünk ebben a pillanatban 3. Pontosabban 4, Furmint száraz, Szamorodni édes, Aszú és Eszencia nagyon ritka évjáratokban. A jövőkép is e felé formálódik, kialakultak azok a dűlők, amelyekkel az első osztályon belül is tovább lehet menni, sőt a dűlőkön belül vannak olyan részek, amelyeken például egy Gerzsit centrumban egészen másképp rétegződik az altalaj. A Borvidék fő terméke nyilvánvalóan az aszú, ami abban tér el a világ bármely nemes édesborától, hogy bármely termőhelyen termett jó minőségű aszú, amit megfelelő termésátlaggal és gondossággal termeltek és készítettek, az mindegyike jól iható, független attól, hogy édes, és nem az a lényege, hogy édes, hanem az a lényege, hogy egyensúlyos, jó savú, ásványos gerinccel bír, és az első pohár után lehet fogyasztani a másikat, mert a benne lévő ásványi anyag független attól, hogy melyik részén termett a borvidéknek, letisztítja a szájpadlást, és a korty vége száraznak érződik. Ez a lényegi különbség, és ez a legnagyobb előnye a tokai nagy édesboroknak. A jövőt illetően nekünk egyértelműen az aszú irányába kell mozdulunk, és ezen belül az egyedi ízeket képviselő dűlős és főleg parcella szelektált aszúk irányába 100% Furmintban készítve azokat. Az aszúborban gyakorlatilag nem lehet összevetni más borvidékekkel, mert ilyen komplexitás a világon másütt nem létezik. A második borunk a Szamorodni, ami egy ugyanabból a szőlőből készül, de egyszerűbb a vinifikációja, és emiatt sejmesebb az érintése, könnyebb inni, ételekkel még jobban párosítható. A szépség abban lett más, hogy speciális termőhelyről, idős tőkékről, kisebb fürtű furmintokkal, középkései születtel, hordós eresztéssel és tartással készítette a furmintjait 2003-tól. Stílusban több változás volt, 2016-17-18-ban kezdjük elérni azt a stílus jelölés, mondjuk így, ami talán már most hosszabb időre meg fogja határozni a munkánkat.